A telefonnál Nagy Huszein Tibor, a Demokratikus Koalíció elnökségének tagja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Bolgár úr! Ön azzal állt elő ma, hogy a kormány elkezdte felparcellázni a mezőhegyesi Ménes birtokot is. Hát, egy baj? Hát ez elég nagy baj. Arról van konkrétan szó, hogy a Nemzeti Földalap kiírta a mezőhegyesi Ménes birtok által bérelt állami földekre a bérleti szerződés lejárta utánra, tehát 2017-re a bérleti szerződéseket, a pályázatot. Eközben viszont olyan törvényi módosulások történtek a nyáron, és ez a bizonyos földforgalmi törvény január 1-jével hatályba is fog lépni, hogy a Ménes birtok már nem pályázhat ezekre a földekre. Hozzáteszem, a kiírásban is szerepelt eleve az, hogy a kiírás célja családi gazdaságok létrehozása. Itt egy nagymúltú, sok embernek munkát adó, Európa hírű gazdaságról van szó. Egyben azonban ez az egész ügy a mostani mezőgazdasági helyzet állatorvosi lova is. És ki ez a mezőegyesi Ménes birtok ZRT? Ez most ebből a szempontból közömbös, hogy ki magántulajdonban, magánemberek társasága, de hát itt a dolog lényege az, hogy egy működő, fölépített, megfelelő, ugye, meghatározott területre létrehozott termelési láncokkal és ahhoz kapcsolódó feldolgozó üzemekkel, illetve állattenyésztéssel, ezen belül állami Ménes birtokkal állunk szemben, amely 550 embernek ad állandó jelleggel munkát. Magyarán egy magántulajdonban lévő, jól működő mezőgazdasági vállalkozást vernének szét azzal, hogy ugyancsak magántulajdonba adjanak sokkal kisebb területrészeket azokból a területekből, amelyeket ez a cég, ez az ERT bérel. Igen, nem egyedi esetről van szó, csak ez egy mostani látványos eset, bár tudomásunk van róla, hogy több más hasonló helyzetben lévő gazdaságra is megtörténtek a pályázati kiírások. Kicsit hasonlít ez ehhez a bizonyos kishantosi gazdálkodáshoz, tehát annak a különleges környezet, tekintettel lévő gazdálkodásnak a hagyományait is, és a tapasztalatát, gyakorlatát is semmibe vették, az általuk használt földeket pedig átadták másoknak a használatába, mások bérletébe. Nem számít az, hogy egy egészen különleges termelési mód, amit meghonosítottak, ebben az esetben sem számít ez, majd csinálnak valamit az új bérlők a földdel, azt, amit akarnak. Ennyiben hasonló, annyiban nem merném az analógiát egy-egyben említeni, hogy itt még nem történt meg a pályázatok elbírálása, még nem tudjuk, hogy ki fogja kapni ezeket a területeket, ugye kishantosan már tudjuk, hogy kik kapták. Abban és viszont... vajon miért kell 4 évre előre? Mert hogyha 2016-ig szól a szerződés, ezek pedig 2017-től kezdhetik majd művelni az ő területüket, ha megkapják. Miért kell 4 évvel előre gondolkozni, bár nagyon szép ez a távlati gondolkodás? Lehet-e mögött valami? Nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy jövő évben választások lesznek, és ha netán esetleg mégis, hát akkor legyenek el döntött kérdések. Értem, van ebben valami. No, de akkor magyarázza meg nekünk, legyen szíves, hogy miért kell védeni ezt a mezőhegyesi Ménes birtokot. Tegyük föl, jól működik, de ettől még elképzelhető, hogy a kisebb birtokok, kis családi gazdaságok még jobban fognak működni. Nem a mezőhegyesi Ménes birtokot kell védeni, hanem a fennálló, működőképes mezőgazdaságot kell védeni. Ugyanis elmondtam már az imént is, ez is, és a hasonló sorsa került többi nagyobb gazdaság is kiépített egy termelési struktúrát, egy rendszert, amelyben hatalmas beruházások ekkora földterület megművelésére vannak összehangolva. Ehhez kapcsolódnak gépek, munkahelyek, termelési szerveződések, feldolgozó üzemek, állattenyésztés mezőegyes esetében, nem is akármilyen, hiszen itt azért a mezőegyes illótenyésztést, hát finoman szólva Magyarországot leszámítva a világon mindenütt ismerik, úgy tűnik nálunk nem. Tehát ezeknek a rendszereknek a szétverése luxus. Magyarországon az biztos, hogy az új bérlők majdan szét kell, hogy verjék, hiszen abban a birtokrendszerben ez nem működhet így tovább? Hát ez nem az övéké, a feldolgozó üzem nem az övéké, az állattenyésztés nem az övéké, a géprendszer, ezeket nem
tudják, hogyha azt nem megakarják. Azt nem kapják meg, csak a földeket. Ez nem jár vele, hiszen itt csak az állami földekről van szó. Lehet, hogy ki lehet építeni, hozzáteszem, ebben is vannak komoly fenntartásaim, hogy mennyi idő alatt és milyen beruházásokkal lehet felépíteni hasonló rendszereket, de ekkora struktúrát biztosan nem. Magyarország néhányszor megtette ezt, hát 45-ös földosztás után, a 92-es földosztás után is szétvertek működő gazdaságokat. Ennek mindnek csak óriási visszaesés lett a vége. Nem lehetséges, hogy ez az ön által is hivatkozott földforgalmi törvény végül lehetőséget nyújt arra, hogy akár ez a Mezőegyesi Ménes Birtok ZRT is pályázzon a maga által használt, vagy jelenleg is használt földek újra bérlésére, hiszen éppen most olvastam, hogy ehhez a földforgalmi törvényhez most egy új módosítást akarnak elfogadtatni, mégpedig úgy, hogy hosszabb a módosítás, mint az eredeti törvény volt, méghozzá úgy, hogy péntek késő este tették be a parlamenti napirendbe, úgy, hogy az égvilágon senki nem tudott róla, pillanatok alatt, néhány óra alatt lefolytatták a vitát, úgyhogy lehet, hogy itt az éjleple alatt még egy olyan törvénymódosítást hoznak, vagy léptetnek életbe, ami január 1-től lehetővé teszi, hogy akár egy ilyen nagyobb területet bérlő gazdaság is sikerrel megpályázza a saját területét, vagy ez most csak egy naív elképzelés volt. Én azt gondolom, hogy ez az utóbbi az igaz. Magát ezt a bizonyos földtörvényt, mert ez ugye most földtörvényként szerepel, e pillanatban még teljes egészében nem tudtam végignézni, mert én is csak pár órája láttam meg egyáltalán, hogy ez létezik, de az én tudomásom szerint ez mindössze magyarázza, fogalmi meghatározásokat tartalmaz, eljárásokat tartalmaz arra vonatkozóan, amit a földforgalmi törvény nem tisztázott. Tehát elég viccesnek hangzik, de ez egy kétharmados elfogadású végrehajtási utasítás. Nem akarok naívabbnak látszani, mint amilyen amúgy is vagyok, de éppen ezért egészen egyszerűen arról van szó, hogy megint a különböző rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, lekötelezetteknek osztanak földet, akár annak árán is, hogy tönkretesznek egy jól működő gazdasági vállalkozást? Ezt én nem tudom cáfolni. De nem is akarja, gondolom. Hát miután pereket nem akarok a magam nyakába akasztani, ezért nem akarom, de nem is tudom. Mennyire, azt mondja, hogy ez nem kivételes eset, mennyire lát hasonló folyamatokat még itt a földek kiosztásával, vagy újraosztásával kapcsolatban. Ez rendszerré vált. Tehát itt most ez tömegessé válik. Azok a mezőgazdasági társas vállalkozások, amelyekben még van állami tulajdonban lévő föld, amely részét képezi az osztatlan tulajdonoknak, ugye itt a kárpótlás során ki nem osztott földekről van szó, kaptak egy felszólítást már októberben, hogy nem üveljék a földet már nevességbe, mert az állam értékesíteni kívánja ezeket. Hozzáteszem, a saját törvényeit be sem tartva, hiszen az osztatlan közös tulajdonban lévő földeknél először a tulajdoni megosztást kellene lezongorázni, és csak utána lehetne kiparcellázni. Ezzel szemben megjelentek nem csak az állami, hanem a magántulajdonban lévő osztatlan közös tulajdonok esetében is a földmérők, akik állítólag ingyenesen parcella közepén kezdik kimérni egyes embereknek, annélkül, hogy a többi tulajdonos társa lesz, rendezték volna a földeket. De hát hatályba se lépett a földforgalmi törvény, december 15-én lép hatályba az első rendelkezés, és ma január 1-én a zöme, és májusban az utolja, amelyben például egy ilyen teljesen tisztázatlan helyzetű hatáskörű földbizottság jönne létre, és ezeket a földbizottságot már hozzák létre úgy, hogy a területen működő nagyüzemek képviselői a úgynevezett földbizottságot létrehozó értekezet másnapján kapják meg a meghívót rá, hogy oda kéne menniük nekik is. Ön régi mezőgazdasági szakember, van arra valamilyen racionális válasza, hogy miközben most már évek óta zeng az ország, a közélet mindenképpen attól, de bizonyos helyeken a helyi közélet is, hogy milyen módon juttatnak földeket barátoknak, ismerősöknek, és zárják ki akár a leglogikusabb választást is a helybeliek közül,
olyanok kapnak földeket, akik nyilvánvalóan csak az ezzel járó komoly bevételeket, uniós támogatást célozzák meg, és szó sincs arról, vagy nagyon sok esetben szó sincs arról, hogy a helyben élő, helyben dolgozó, mezőgazdaságból, állattenyésztésből megélni akaró gazdaságokat erősítenék vele, hanem éppen egyre nagyobb föld koncentrálódik barátok, ismerősök, politikai hűbéresek kezében. Nos, tehát miközben ez a botrány évek óta itt van, a földművelés ügy államtitkára fideszes politikus le is mondott, azóta is járja az országot és próbálja elmondani mindenkinek, hogy milyen disznóságok történnek. A vidéken, mintha semmi sem mozdulna. Nem látok tiltakozást, nem látok mozgalmakat sem, nem látok egyetlen egy traktoros felvonulást sem Budapestre se, vagy más vidéki városba, minthogyha nem érintené meg a vidéken gazdálkodókat az, hogy itt komoly nagyságú területeket osztanak szét, nem igazán olyan módon, ahogy az elvárható lett volna. Nincsenek fölháborodva, miért? Vannak háborodva, csak ez a réteg, akiket ez érint, egyrésztről félnek, hiszen azokban az ügyekben, ahol történt is valamiféle helyi mozgalódás az ilyen mutyik ellen, ott végül is soha nem tudtak érvényesíteni semmiféle jogos érdeket a sértettek. Valamilyen módon mégiscsak minden úgy maradt, ahogy volt. Megtanulták ezek az emberek már, hogy bizony a széllel szemben lehet ugyan viselni, de akkor a saját nadrágja lesz vizes. Másrészt van egyfajta olyan szemlélet is, hogy ha ketten menekülünk az oroszlán elől, akkor elég csak a másikat lehagyni, nem az oroszlánnál kell gyorsabban futni. És ez igaz is egész addig, ameddig már nem egyedül kell futni az oroszlán elől. Tehát magyarul az emberek, miután itt ezeket a mutyikat megszervezők vigyáznak arra, hogy egyidejűleg általában csak egy helyen történjen ez meg, és majd egy hét múlva, vagy két hét múlva a másik, ott mindenki azt hiszi, hogy ő rá nem kerülhet sor. Hát pedig sor fog kerülni. És van egy harmadik pont is, problémakör, tudnélik, most nagyapámat idézném, ha nem egyenes adásban lennénk a rádióban, hogy mit ér a harag hatalom nélkül. Tehát nincs egy olyan szervezett erő a mezőgazdaságban sem, és hát sajnos a társadalom többi részén sem, mert ez a hatalom mindenek előtt azzal kezdte, hogy a civil társadalmat szétverte, amennyire csak lehetett. Tehát ha nincs szervezőerő, nincs katalizátor, aki összetudja fogni ezeket a helyenként vagy helyben jelentkező elégedetlenségeket, akkor ebből nem lesz egy országos szintű mozgalom. És hát bizony itt a társadalmi ellensúlyok szétverésében nem csak az alkotmánybíróságra meg a bíróságokra került sor, hanem ezekre a civil szerveződésekre, polgári kezdeményezésekre is, amelyek összefoghatnák az elégedetlenkedőket. Ez igaz nem csak a mezőgazdaságra, hát ugyanezt tapasztaljuk a munkavállalók esetében, a munkahelyeken, a nagyvállalatoknál, állami vállalatoknál, köztisviselőknél, pedagógusoknál és sorolhatnám tovább. Köszönöm szépen Nagy Huszein Tibor, a Demokratikus Koalíció elnökségének tagja. Viszont hallásra. Viszont hallásra.